Köszöntöm Önöket, Puzsér Róbert vagyok. A mai téma a bulvár, és az a kérdés, hogy vajon szükséges-e bármiféle teljesítmény manapság ahhoz, hogy valaki sztárrá válhasson. Szerintem nem. Akivel ma erről beszélgetni fogok, Benkő Dániel, aki régen landművész volt, manapság bulvár szereplő. Egyszerűen nem értem, hogy miről beszélünk. Mi az, hogy sztár? Én ilyet nem ismerek. Ha belenézek a tükörbe, akkor mondjuk megingok ebben a gondolatomban, de akkor sem mindig. Mi az, hogy teljesítmény? Ha van sztár, egyáltalán létezik ilyen, arra valószínűleg az a jellemző, hogy nem csinál semmit. Csak ott van, és egyszerűen azt mondják, hogy jaj, de k***ba jó ennek a palinak, vagy ennek a nőnek a társaságában. Csak az, hogy itt lehetek. És mit csinál? Nem is csinál semmit, de már is dőlnek a röhögéstől, vagy egyetem, vagy feszengenek, vagy valami történik. A semmit csinálni, szerintem ezt kellene tudni valakinek, ahhoz, hogy sztár legyen, ha egyáltalán van olyan, hogy sztár. Ne tessék azt hinni, hogy attól valami, attól bulvársztár valaki, hogy sűrűn ott van a képernyőkön, és sűrűn ott van a címlapokon. Ha ez cél, akkor vége az egész. Ha ez egy eszköz, hogy te valamilyen közegben elmondhasd a magad mondókáját, amivel szolgálod az embereket, bármilyen furcsa, lehet, hogy ez demagógia, amit én most elmondok ezzel, de mégiscsak arról szól a történet, hogy nevettetni tudni, derűt kelteni, megríkatni, tehát isteni bohócnak lenni tudni. Na, hát jól beszél, én se tudnám jobban mondani. Ezt nem jól mond, ugye, hogy jól mondta? Nem értünk egyet. Nem értünk? Már az első percben nem értünk egyet. Nem tudunk egyet érteni, Dániel. De én nem azért jöttem, hogy egyet értsünk. Akkor jó helyen jársz. Én nem várom el senkitől, hogy egyet értsen velem, mert aki velem egyet ért, az már azon a szinten van, mint én. Ilyen emberrel én még. Törekszünk, Dániel. Nem találkozunk. Igyekszünk. Nincs könnyű dolgom, Dániel. Azt mondod, hogy isteni bohócnak lenni, ez jelenti a sztárságot. Hát nem hiszem, hogy Magyarországon a sztárok. Mondtam volna, hogy az imént. Hát azt mondtam, hogy szórakoztatni, derültséget kell tenni. Én nem tudok sokat mondani, én csak a semmit tudom kreálni. És ez kell a sztársághoz? Ez kell ma a sztársághoz, azt gondolod? Mi az, hogy sztárság? Hát azt gondolom, hogy Én nem akartam soha sztár lenni, nem is tudom, mi ez a szó. Én szerintem most létezik ilyen. Azt a kérdést tetted fel, hogy mit jelent a teljesítmény. Erre hivatkozva mondom én azt, hogy ez egy súlyos válság, ahol a teljesítmény fogalma az relativizálódott. És ezt a bulvár tette velünk. A bulvár, amely piedesztára emelte a teljesítmény nélküliséget, követendővé tette a teljesítmény nélküliséget, a teljesítmény helyére devianciát emelt, többek között ostobaságot emelt, emberi nyomorúságot emelt, az emberek saját közönségének roppant alantas ösztöneire appellálva. És én azt gondolom, hogy ez egy súlyos válságot kreált, egy szellemi válságot, egy értékválságot kreált ebben az országban. Most többek között ebben az országban. Ez nagyon szép, ez szép volt, amit elmondtál. Az volt az első kiinduló gondolat, hogy teljesítmény. Na most ezen azóta is gondolkodok, mert mintha nem is értettem volna. Létezik ilyen fogalom, hogy teljesítmény, van Dániel? Van igen, ilyen? van, létezik ez a kulturális teljesítmény. Civilizáció kulturális ma is van. Mondjuk, hát van, egyébként van, csak az, valahogy az a címlapokat milyen? Nem, az, hogy... a címlapokat meg a bulvármagazinokat nem ezt tölti meg. Várj, egy kicsit ezen gondolkodtam, kulturális... Kulturális teljesítmény, teljes, például valaki, az, hogy... valaki lantozik például, nem na, tudom, várj, várj, az még csak egy tevékenység. De az lehet kulturális teljesítmény, ha jól lantozik. Na de ha... Ó, drága barátom, te fantasztikus vagy. Még egy kérdés. Kiejtettél azt a szót, hogy jól. Igen, várjuk, a teljesítménynek várjuk, egy fontos sarokköve, hogy jól. Várjuk jól meg, tegyük. Hogy hogyan. Még a teljesítmény de egyébként, sem, egyébként sem, a bulvárnál a jól és a rosszulnak már nincsen tere, mert kicsit, egyáltalán semmit nem kell tudod, csinálni tudod, hozzá. Mi mozgat itt a 100 méteres síkfutás? Mert ha azt 10 másodpercen belül csinálod, az egy teljesítmény. Te az egy teljesítmény. Nézzük meg, hogy mi Hajós András véleménye a témáról. Az, hogy valaki megmutatja magát, kitárja végbelétől kezdve méh nyakszáján át a világ felé magát, majd ennek a következményét viseli, ezt tulajdonképpen bizonyos értelemben munkának vagyok képes tekinteni. Tehát az, hogy valaki azt az életet választja, hogy nyíltan oda teszi magát, majd ezért őt kommentelik, bántják, nézik, műsorokba hívják, újságíróla, ezzel kapcsolatban pszichiáterhez jár, illetve folyamatos plasztikai kezelésre,
Ezt én el vagyok képes fogadni ebben az ínséges, válságos időben munkának. Ha bulvár szereplőként beszélek a többi bulvár szereplőről, ugye? Igen. És ilyen letargikus dolgokat oktrojálok nekik, igen, mintha ők itt kitálni az egyik ilyen a másik olyan ugye, mert itt erről szólt a történet, akkor savanyú a szőlő effektus. Hogy jövök én ahhoz, hogy leszóljam a többi kollégát? Daniel. Hogy jövök én ahhoz? Daniel. Én azt gondolom, csak foglalkozunk egy kicsit, ha szabad, azzal... Egy kicsit nyilatkozom a szórakoztató iparról, a szórakoztató iparban, akkor legyek szórakoztató. Bulvár olvasó vagyok, de néző nem. Szoktam, főleg a kolléganőm is tájékoztat róla. Nagyon ritka. Bulvár, ilyen bors, meg szók, azokban meg nincs semmi érdekes. Külföldi médiasztárok érdekelnek, a magyarok nem. Ha te azzal a gondolattársítással egyetérsz, rám figyelj, senki másra, hogy jól vagy rosszul ilyen kategória létezik, akkor te belementél abban a csapdában, ami azt jelenti, hogy minősítés. A világot pedig nem lehet minősíteni, mert attól a pillanattól kezdve, hogy elkezded minősíteni, kinézel itt a nem létező ablakokon, és azt mondod erre, hogy csúnya. Én meg azt mondom, hogy szép. Nincs csúnya vagy szép, fenséges. Minden, ami létező, az fenséges. Arról beszélsz, hogy a sztárok Magyarországon isteni nevettetők. Lehet, hogy, igen, ezt mondtam. Hát akkor ragaszkodjunk hozzá. Én ezt letagadom. Hát nagyon jól teszed, hogyha letagadod. Na, akkor le van tagadva. Lépjünk tovább. Na, most mi van oda felírva? Mi a következő mondat? Azzal fogom. Hát le van ami tagadva. Ide le van írva, le abból van még tagadva. Egy sort nem mondtam, mert olyan mértékben tematizálsz, és olyan mértékben egy szót nem tudtunk a bulvárról beszélni gyakorlatilag. Én csak kérdezem, bulvárról is kérdezem. Ez lett volna a terv, tehát Daniel, te tudtad, mert hogy erre vagy felkérve. Hát a végén még a szocializmusban kötünk ki. 5 perces terv. Az 5 éves terv. Nem, ez egy órás terv lett volna. ez lett volna az első egy órás terv, Daniel. De még a pálinka se játszik, meg kezdem ilyen, jól érezni magam. Ez nem azt a hanovizmus, ami most zajlik. Mindent letagadok, az már múlt, az már történt, tegnap mondtam. De nagyon nehéz valakivel vitatkozni, aki a saját állításait nem tartja fenn. Miért kéne fenntartani? Mert egy vitának a lényeg, a vitának az alapja lenne az. Lehet, hogy a vitának az alapja, csak az emberi létnek nem az az alapja, hogy amit ma mondasz, csak, az igaz. Tudod, amit csak tegnap mondtam, Daniel, ma már az ellenkező. Felül lehet vizsgálni azt, amit a múlt héten gondoltál, hogyha ma már másként gondolod, hogyha új információk kerültek a birtokodba, hogyha te magad személyedben megváltoztál, felül lehet vizsgálni, de te nem ezt teszed. Te nem felülvizsgálod azt, amit tegnap gondoltál, hanem dekonstruktíve kihátrálsz belőle, mégpedig kizárólag azzal a céllal, hogy egy poszt formálj ebből magadnak. Te elvártad volna, te egy elvárásra ültél, hogy most én úgy beszéljek, ahogy illik. Mert ez a műsornak az a cél. Hát ha egy műsornak célja van, akkor én nekem itt helyem nincsen. Én vagyok az az ember, akinek soha nincs semmilyen célja. Nem azt mondtam, hogy céltalan vagyok. Én nem céltalanul bolyongok. Én cél nélküli vagyok. Ne célozz már meg. Engem úgyse tudsz célba venni, úgyis elhajlok. De partner vagyok ebben. Látom az erőfeszítéseid, látom a vergődésed, stb. Ne vergődjünk. Daniel. Ne legyen cél. Szerintem a te félreértésed alapvető. Még ebben az a helyzetben. Félreértés? Abszolút. Na de te úgy állsz hozzá ez a helyzethez, mintha egy sztárinterjú lenne. Daniel, ez nem egy sztárinterjú. Ez nem egy sztárinterjú. Nem érzed, hogy hideg van egy kicsit? De én már taknyos vagyok. Petefészek gyulladást fogok kapni. Ez például egy bulvárállítás volt a részedről, hogy itt hideg van, és te petefészek gyulladást fogsz kapni, vagy felfázik a herét. Ez egy bulvárállítás. És elmondom azt is, hogy miért. A nézőre egyrészt nem tartozik, másrészt miért érdekelje. Minden tartozik miért lenne érdekes? Miért lenne érdekes? Miért lenne közérdekű az, hogy te neked fázik a heréd, vagy a prostatád, vagy bármelyik szerved? Ez a kérdés. Azzá válik, hiszen beszélsz róla. Nem. Ha okos nem, volna... nem, Daniel, ez a nagy tévedés. Daniel, ez a nagy tévedés, hogy attól, hogy beszélünk róla, attól érdekes lesz. Nem, nincs így. Az lenne a jó, ha az érdekes dolgokról beszélnénk, és nem pedig fordítva közelítenénk a dolgot, hogy amiről beszélünk, az automatikusan érdekes. Ez a bulvár nagy hazugsága, és ez a bulvár szereplők nagy tévedése és nagy félreértése. Hogy pusztán azért, mert beszélnek róluk, ők érdekesek, pusztán azért, mert a címlapon vannak ők érdekesek, nem a teljesítmény avatja őket sztárokká,
hanem az, hogy bizonyos szerkesztők, újságszerkesztők, tévéműsorszerkesztők, őket a magazinjaikba, a címlapjaikra emelik. Ez egy sztárgyártás, te is legyártattad magad, mint sztárt, annak ellenére, hogy korábban a magad jogán te már voltál valaki, amögött, aki valaha voltál, volt teljesítmény, de te elirigyelted azokat a senkiket, láttam egy akik kicsit teljesítmény nélkül, nélkül sztárok. Kicsit olyan melletlen volt. Megértem, hogy kellemetlen volt, a téma. Mesztelen volt. Daniel. Egy pici melle volt neki. Hogy jön ide? És csak így nézett. Hogy merül fel? És én órákig néztem ezt a képet. Rettentő szexi. Igen? Egy picit ki volt hízva a bugyiból, érted, ott volt, és csak ilyen blazírt képpel ott. Uram Isten, ha ez tévéműsort vezetne, napokig csüngenék a tévé előtt. Ha ez kijön, és csak végigvonul a pástancsonam, két mosznak hívták. És az a semmi, ahogy ott ült, az a blazírt tekintet, amit nem akart kifejezni semmit vele a tekintetével, amikor az kijön a pástra, és semmit nem csak de lépdel, nincs Daniel, mögötte teljesítve, felvilágosítottál, drága barátom, megköszönöm neked. Tehát a teljesítmény, ami bulvár figurává nagyjá teszi az embert, az egyenlő no teljesítmény. Daniel, tehát a semmi de attól, csinálás hogy, de attól hogy vannak, nem, te nem a sztárságot definiálod, figurák, te nem a, Daniel, nem a sztárságot definiálod, hanem a karizmát definiálod. Vannak karizmatikus hírességek, ez igaz. Szerinted a két mossz is ilyen, de ez nem definíciója a hírességnek, meg a sztárságnak, meg a celebségnek, mert akkor ez mindegyikükről elmondható lenne. Abszolút. Nem igaz. Mindenbe beleolvasok. Nem érdekelnek, amit írnak ezek az újságok. Fele nem is igaz szerintem, ami benne van. Hát azért az ismert embereket jó, hogyha az ember tudja, hogy mi van velük. Én szóltam a sztárhíreket, igen. Lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy igaz. Ki tudja. Olyan nagyon hitvány színvonalra silányítjuk le ezt a beszélgetést, az a szörnyű, hogy gyakorlatilag minden állítás és annak ellenkezője elhangozhat. Ez valaha is magas szintű volt ez a beszélgetés? Volt egy ilyen tervem. Itt a probléma. A tervek. A tervek. A tervek, a tervezés, hát igen. Eljutok A-tól B-ig és Isten. Nem, A-tól, nem, ne, de mindegy, A-tól felülem C-ig. Nekem mindegy, nem, jussunk el bárhonnan, ember, bárhova. Tervez, nekem olyan tervem nem volt, hogy nekünk valahova kell eljutni. Ide jutunk. Nekem tervez. Olyan tervem volt, hogy bárhova jussunk el. Miért? Mert ezt jó? Érdemli a néző, azért. Azért, mert hozzászoktatott a média téged, Dániel, ahhoz, hogy a semmiből műsort csinálhass. Én azt gondolom, hogy a műsorhoz érdemes valamit letenni, valamit közölni. A semmiből semmit csinálni. Végre rájöttünk, tehát a semmi csinálása, nem semmit tessék csinálni, hanem a semmit csinálni. Te ebből a blöfből egy nagy taoista bölcsességet próbálsz kovácsolni, de ez, ettől még egy blöf. Végre felfedezted bennem. Hát már megérte, hogy itt vagyok. Nem egy akkora pszichoanalízis ez. Hát ez isteni, hogy Nem, ez mind nem isteni. Ez talán csak abban a közegben... És engem is felhívtál, én nem tudtam, hogy blöffölök, most megszoktam. Folyamatosan blöffölsz. Egyetértek. Állítások nélkül beszélsz, az az igazság. Olyan, mintha a szél lobogtatna a szádat. Tehát nem beszélsz, csak fecseksz. Ez így van jól, drága barátom. Nincs ez így jól. Fecsege. Na, nagyon nincs ez így jól. Szerintem kéne, nagyon súlyos probléma, valami. Nagyon súlyos probléma, az hogy állítások nélkül, hogy közlés nélkül. Amit tudok én közölni? Mi van nekem valami, amit közöljek? Csak fecsege. De akkor miért kell szeméttel traktálni a közönséget? Hát, ha ez jön ki belőlünk. Én nem szeretek semmilyen pletyka szintű, meg ilyen eléggé mocskolódok, hogy kikivel jár, kit hagyott ott. Szóval inkább sütök az unokáknak. Fölcsavarom, és a szúnyogokat szoktam a falon szétcsapni vele. Szerintem az embereket érdekli, hogy kivel mi történik, hogy azt gondoljuk, hogy másnak is van problémája, nem csak nekünk. Ők vannak mindig a címlapon, ők vannak a polondon. Mi kisebb emberek sehol nem vagyunk. Nem lehet mindent elhinni. Kétséges. Valaha valamit hittél, nem? Hogy veszett az el? Hol veszett az el? Hogy csináljuk úgy, mintha ez egy sztárinterjú lenne, mert másra már úgyse vagyunk jók. Már lejár az idő? Egy értelmes beszélgetés. Nem, hát hogyha holnap ilyenkor itt lennék, hogy akkor se szednék ki belőled semmi értelmes állítást. Hogy veszett el? Hogy veszett el belőled az igény arra, hogy értelmeset mondj? Benyúltam a farzsebembe. És eldobtad? Eldugtam.
Kinek szánod? Még magam se találjam meg. Senki ne találja meg. Aki értelmeset akar beszélni, az tévútra vezet téged. Az értelmes beszédet az tartogasd a politikusoknak. Privilegizálják a politikusok az értelmes beszédet? Mi pedig mondjunk le róla. Mi érjük be a bulvárral? Mi érjük be a hétköznapoknak a szemetével? Abszolút. Mert az jár nekünk, mert az a mi jussunk, a politikusok majd beszéljenek értelmesen, azt pedig utaljuk át nekik? Abszolút. A értelmes beszéd az von Haus aus bennünk van. A semmi megmondása, az értelmetlenség, az csak úgy vagyok. Azt fel kell viszont fedezni. Arra rá kell jönni. Ahhoz bölcsnek kell lenned. De mondom, ez nem de a zen. Ha nem hallgatod végig, akkor nem tudod, hogy én értem, de én értem, hogy miről beszélsz. Tehát az értelmes beszédet azt én a politikusoknak és a fontos embereknek, a gazdag embereknek, a bankároknak, az üzletembereknek, akik irányítják a világot, azoknak adom át, engedem át, ha úgy tetszik. Ez olyan, mint hogy valaki felülről a gyerekeknek odaadja a labdát. Ez az ő labdájuk. Tehát okosan, okosakat mondani, tanult emberek által okosakat mondani, az valószínűleg a könnyebben járható út. Na de tessék semmit mondani. De azért azt ugye nem gondolod, nem. Hogy mondjuk Fekete Pákó, vagy Kiszel Tünde a maga jogán került abba a reflektorfénybe. Azért lett belőlük celebrity, mert ők annyira szórakoztatóak, vagy annyira érdekes emberek lennének, isteni bohócok én lennének. Én szívesen mondom ki, De nem kéne irigynek lenni. Én nagyon tisztelem. Irigy vagyok az ő sikerükre. Abszolút. Most, hogy kimondtad ezt a képet, magam kapcsán ezt nem vetettem fel, felvethettem volna. De annál nagyvonalúbb vagy. Abszolút. Mm. Ahogy mondod, barátom. Mm. De a Pákó és a Tünde, egyébként nem vagyok felhatalmazva, hogy róluk beszéljek, mert ki vagyok én, hogy bárkit is megítéljek. Én nagyon sokat tanultam tőlük. A Tündének van egy varázsa, amit tényleg nem tudsz megfejteni. A Tünde egy izgalmas és intelligens nő. Az eseteges hibáival, vagy valami, teljesen mindegy, megfejthetetlen. A Pákó... Igen? Folytasd, kérlek. Okos. A Pákó az annyira okos, hogy zighejlezett az interneten. Meghívta őt Tomcat, én ezt nem és hallottam. Képzeld el, Heil Hitlerrel köszöntötte Tomcatet. Igen? Fekete Pákó. A maga bőrszínével, a maga intellektusával, azzal a celebrity nagysággal, amit ő megtestesít. Nézzük meg, hogy mit gondol a bulvár szereplőkről Szabó Gábor pszichológus. Szakszpszichológus. Szerintem mindenkinek szüksége van szeretetre és elfogadásra, és aki ebből nagyon keveset kapott az életében, az bármit megtenne azért, hogy ez így legyen. Arnold Schwarzenegger mondta annó, hogyha azt mondják neki, hogy a bicepsze egy centimétert nő egy vödör ürüléktől, akkor ő azt megeszi. Hát azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak így a világban, akik mindenre képesek arra, hogy elölálljanak. Ugye a Tao mondja, hogy azért, mert fénybe állsz, még nem ragyogsz, és hogy elég sokan gondolják azt, hogy ha beállnak a fénybe, akkor majd jobb lesz, meg szebb lesz az életük. Csak abban a pillanatban, hogy elfordítják róluk a reflektort, akkor ugyanolyan üres és magányos lesz, mint előtte volt. Csak még annak a terhével is kell együtt élni, hogy voltak már fönt 15 percig. Mi az, hogy fönt, és mi az, hogy lent? Léteznek ezek a fogalmak, Dániel, léteznek a fogalmak, és léteznek érvényes állítások anélkül is. A fent és lent? Létezik? Létezik a fent és a lent. De egy igazi pszichológus az ilyen kifejezéseket, hogy fent vagy lent, egyszer nem használ, mert mindenki tudja, hogy a világ mindenségben lebegünk. Abban a nagy tengerben egy pici kis hullámok vagyunk, amik időnként felvillanunk, időnként eltűnünk, de nincsen fent és nincsen lent. Tehát nincs origó, nincs fönt honnan. Van fönt és lent, csak ezek relatív fogalmak. Relatív. Valamihez képest van fönt és lent, de ettől ezek a fogalmak még léteznek. Egy pszichológus használhatja ezeket a kifejezéseket. Ő valójában arról beszélt, hogy a média az egy nyomorúságpiac. Hogy a bulvár média az emberek méltóságát árusítja ki, és nem csak a szereplők méltóságát, mint a Fekete Pákóit, akit mindenki nyomorultnak tart, csak a munkaadói a bulvár médiában még vissza is élnek ezzel, kiárusítják apró pénzért az ő méltóságát, de ugyanígy megalázza a nézőt is, akinek teljesítmény látszatát keltő szemetet toll le a torkán. Ugyanúgy megaláz
téged, és megalázza azt is, aki téged néz, és adott esetben neked örül. Az egészet a nyomorúság tartja fenn, a nézőknek a legalantasabb ösztöneire épít, irigységére, féltékenységére, kárörömére, amikor ezeket az embereket, ezeket a nagyra tartott embereket a sárban, a szennyben csúszni-mászni látja. És miért találzák meg magukat fizikai mi voltukban? Azért, mert nincs saját teljesítményük, teljesen ki vannak szolgáltatva a sztárgyárnak, arra használják őket, amire csak akarják. Ezért sokkal alkalmasabb valaki sztárnak abban az esetben, hogyha a maga jogán senki, mint hogyha a maga jogán valaki lenne. Ezért lehet senkikből sokkal inkább celebrityket gyártani, és te pedig, aki valaha valaki voltál, mégis megirigyelted a senkik tündöklését, és alájuk mentél. Miért? Miért tetted ezt magaddal? Vége? Kérdés. Vége? Hogy lenne vége? Várom a válaszodat. De a monológnak vége. Hát ki kell, hogy ábrándítsalak. Mert mit mondtál te most? Te meg kicsit orszülére lett engedve. Nem baj, megbocsátjuk meg neked. Jaj, hát köszönöm, Dániel. Abszolút. Így is a kb. A fele annyit beszélek, mint te. Abszolút, abszolút, de most én beszélek. Hát szinte mindig te beszélsz. Nos? Ki kell, hogy ábrándítsalak. Nem, hát legalábbis jár a szád, fogalmazunk így. De olyan jó lenne, hogyha valamit végre mondanál. Hát ha szabadnagyságos. Kérlek. Van, akkor elmondok neked valamit. Ugye én egy zeneakadémiát végzett zenész vagyok, aki egyébként tanítottam is a zeneakadémián egy néhány év folyamot. Hogy úgy mondjam, diplomás művész, aki bejárta, hát én adtam kb. 4200 koncertet Uszkve 100 országban. És csináltam 83 vagy 84 lemez CD-t, bakelit lemez, stb. LP-t. Ezt a teljesítményt, ha ezt annak lehet nevezni, ezt szinte egyedül végeztem. Tehát jártam mindenféle zenekarokkal is, meg voltak, ahol a zenekarok élére kellett menni, Vivaldi, landversenyt játszani, vagy ilyesmi. De egyedül. Velem egy évfolyamban, és előttem és utánam a 100 egységnek nevezett, 100%-nak nevezett végzes növendékekből 2% vagy 1, akiből szólista, világjáró művész lesz. 99%, akik ugyanazt a teljesítményt nyújtják, mert ugyanannyit ülnek a brácsájuk mellett, vagy a zongora mellett, mint a másik vagy harmadik, akiből esetleg ismert, elismert nagy muzsikus lett, akik beülnek, és egész életükben ugyanazzal a teljesítménnyel, és ezt még fokozzák, egy nagy zenekarba beülnek, a 26. pult mögé, miféle teljesítménynek élik ők meg ezt a kérdést, mert egy nyomorúságos élet, egy sajnos, egy kiteljesedés, azért meg nem élt élet, és silányul ez a dolog. Na. Ők is szólisták szeretnének lenni, és a teljesítmény nem vonzza azt, aki nézi vagy hallgatja. Nem a teljesítmény elvégzése eredményezi azt, hogy te, aki nézed és hallgatod, jól figyelj, barátom, hogy az akkor az élvezetet nyújt neked, nem a teljesítmény nyújt. Daniel, az a tény, hogyha megengedsz nekem egy mondatot, az a tény, hogy te bizonyos teljesítményeknek a nyomán sokkal nagyobb sikereket regisztrálsz, az, hogy te nagyon nagy teljesítmények nyomán nagyon nagy bukásokat tapasztaltál, nem igazolja a teljesítmény nélküli sikert és hírnevet. A Magyar Bulvárban se színe, se szaga nincs az elvárásnak, hogy teljesítmény nyújtson valaki. Nincs is már az igényt is sikerült kiirtani az emberekből. Jó, most ez már, a probléma. Most már belehevültél nagyon. Tegnap láttam egy filmet, van egy színész benne, és most kezdtem érezni a zsenialitását. Ha valaki a semmit csinálja, és az arcával is, akkor az a Woody Allen. És, hát várjál már egy picit, a Woody Allen. Nagyon rossz példa. Woody Allen megírt egy forgatókönyvet, megrendezett egy filmet, aminek eljátszotta az egyik szerepét. Nagyon rossz példa a Woody Allen erre. Ez teljesítmény? Hát már hogy lenne? Háromszoros teljesítmény, Daniel. Könyörgöm, forgatókönyvíró, rendező és színész. Mi az, hogy nem teljesítmény? Még komolyan? Producer is, 4 az 1-ben. És ezt most komolyan gondolod? Abszolút. Hogy ez egy összehasonlítás, abszolút. És azt gondolod, hogy a Woody Allen semmit nem csinált? És ha oda teszed azt az egy mozdalatot, ahogy a Puskás öcsi berúgja a gólt, vagy a Cruyff végig vezető pályát, és oda teszed a két most,
vagy a Naomi Campbellt, akik pusztán a létezésük jogán, olyanok, hogy leesik az De nem állat. A saját létezésük jogán, millióan futkostak az utcán, akik ugyanolyan jól verik vissza a fényt, mint a Naomi Campbell, meg mint a Kate Moss. Azok is csodák. Azok is csodák. De abban a pillanatban minden válnak. Abban a pillanatban válnak. Állj! Abban a pillanatban vörös válnak. Vörös vagy sztárka. Fekete? Kit érdekel? Vörös vagy fekete? Teljesen érdektelen kérdés. Nem válaszolt erre a kérdésre. De nem is fogok. Remélem tanulságos volt az önök számára a mai véleményütköztetés. Köszönöm a figyelmet, Puzsér Róbert voltam.